Visszaélések a szervízek részéről. Rengeteg nézőnk kérte, hogy ezzel a témával bővebben foglalkozzunk. A stúdióban Tímár László, a Pajzs Gépjárművédelem és a Gépjárművédelem oldal tulajdonosa. Milyen visszaéléseket, becsapásokat követnek el a szervizekben? Nagyon sokfélét. Igazából négyet tudnék most felsorolni, túlszámlázás. Az elvégzett, vagyis a megrendelt munkán nem végzése pontosabban. Megfelelő, jó, hibátlan alkatrészek kicserélése hibás, rossz alkatrészekre. A negyedik, a legaljasabb, legundorítóbb, amikor a gépjárműveket szervizekben készítik elő lopásra. És ezek után a megfelelő bűnözői körökkel összekooperálva a szervizek részéről, már akik ebben benne vannak és tisztelet a kivételnek, el is fogják lopni az adott gépjárműveket. Ez finoman szólva és erős állítás mind. Bizonyítani ezt tudod? Igen. Foglalkozom gépjárművédelemmel, és én találtam ki magát a Pajzs gépjárművédelmet. Volt olyan munkanap 2006-ban, soha nem felejtem el, amikor 4 darab autót készítettek elő lopásra. Ezek után jöttem azzal az ötlettel elő, hogy csinálok egy szerviz utáni ellenőrző programot, ahol az ügyfelénknek adok egy papírt, amit ki kell töltetni a szervizben a munkafelvevővel, aki szervizelt az autót és mit csináltak a gépjárművel. Amióta ezt a programot vezettük, azok az ügyfelek, akik ezt kitöltetik, szinte nullára csökkentettem vissza a szervizekben történő lopásos előkészleteket. De most hogyan készítik elő lopásra? Ha van benne egy úgynevezett utalagosan beépített riasztó funkció, akkor a megfelelő vezetékeknek az átkötésével, például a távirányítóknak a lemásolásával. De a legegyszerűbb az, hogy kiiktatják az indításgátló funkció pontokat. Szervizen bármit meg lehet csinálni egy autóval, bármit. Tehát amikor kiadok a kezemből egy gépjárművet szervizbe, akkor tudnom kell, jó, ha tudok róla, hogy bárki bármilyen műveletet végre tud hajtani vele. Ott van például az el nem végzett munka. Azt mondják, hogy ezt a munkát elvégeztük, és nem végezték el. Erre nagyon sok esetet tudnék mondani. Például? Például. Volt, amikor mi állapítottuk meg, hogy 2 fél autóból van összerakva egy autó. De jól tudom, vannak applikációk is, amik ugye jelölik, mint márka applikáció, hogy a szervízben mi volt cserélve, mi nem. Lehet, hogy papíron ki van cserélve, de nincs kicserélve. És hogyha elhozok egy autót, van esetleg valami jó tanács erre, hogy meg tudok valamit nézni, hogy én most bajba vagyok-e, vagy lopni fogják-e kocsit, vagy nincs-e valami cserére, esetleg van erre valami? Nincs. Mi a jó megoldás? Szakértelemmel és jó, pozitív emberi tulajdonságokkal felruházott szervizbe kell elvinni egy gépjárművet. A gépjárművédelem oldal hogyan tud segíteni? A gépjárművédelem oldalon olyan információk találhatóak meg, ami az emberekben ösztönszerűen egy éberséget fog ugye elindítani. Ezen az oldalon információk vannak fent arra vonatkozóan, hogy milyen módon lehet becsapni egy embert. Tehát amikor elviszük a szervizbe a gépjárművünket, a szerviz mindent tud rólunk. Az adott gépjárműnek a speciális kódjét, tudják, hogy van-e benne védelem, vagy nincs, utolagos. Tudják, hogy hol lakunk, mindent tudnak róla. Ha valaki a szerviz részről összekooperál bűnöző körökkel, lehet, hogy nem az autót fogják ellopni, lehet, hogy csak a lámpáját fogják kivenni, ami volt körülbelül 2-3 hónappal ezelőtt, hogy egy nagyértékű Porsche-ból kivettek egy 2 darab lámpát, és közel 5 millió forintos kár volt. Akkor fölteszem a kérdést, miért pont azt a Porsche-t választották ki? Hát úgy, hogy tipre mentek. Pont tudták, hogy abban az autóban nincsen semmi, olyan lámpára volt szükség, nem az egész autóra, csak a megfelelő alkatrészre. Valaki információval ellátta azt, aki ezt az egész cselekményt végrehajtotta. Kövess, iratkozz fel, szedd alá!